CRM és ERP, ezek olyan rendszerek, amelyek valamelyikét szinte biztos, hogy használják a magyar vállalkozások, ám megdöbbentően kis számban. A képeken is látható, az uniós átlagtól jóval el vagyunk maradva. A Modern Vállalkozások Program Vállalkoz Digitálisan című nyíregyházi rendezvényén azt hangsúlyozták, a 21. században a vállalkozások úgy fejlődhetnek, ha informatikai hátterük és szemléletük is korszerűsödik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára kiemelte, a legtöbb térségbeli cég elmaradott informatikai, infokommunikációs területen. Nagyné Varga Katalin hozzátette, a kamaránál közel 30 ezer gazdálkodó szervezetet tartanak nyilván. Ennek jelentős része kis és középvállalkozás. Van, aki elég komolyan használja az informatikai rendszereket, de nagyon sok esetben, sőt jelentős részben mondhatnám azt, hogy problémák adódnak az infokommunikációs rendszerek használatával, és ez a mai világban már elengedhetetlen, itt fejlődni kell. Nyilván itt a cégvezetőknek is egy szemléletváltásra van szükség, hiszen ezeket a technikákat ahhoz, hogy ők bármilyen nagyobb cég beszállítójává válhassanak, ezeket alkalmazni kell tudni. Hogy a vállalkozások megismerjék az új rendszereket és lehetőségeket, országos tanácsadói hálózatot hoztak létre. Igyekszik a kis és középvállalkozások auditját, informatikai auditját elvégezni. Ezt az auditot követően a vállalkozások számára a tanácsadóink fejlesztési javaslatokat tesznek, forrásokat javasolnak ehhez, és ezt követően egy digitálisan felkészült vállalkozás státuszt kaphatnak a cégek. A címet elnyerő hazai kis- és középvállalkozások a hamarosan megjelenő infokommunikációs fejlesztéseket elősegítő pályázatoknál 5%-kal több támogatást kaphatnak. A nyíregyházi konferencián kiemelték, a Modern Vállalkozások program egy évig tart, és a közeljövőben Kisvárdán és Máté Szalkán is tartanak majd információs napot.